Majd megmondja Lakner Zoltán. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük onnan, mert tényleg ezen gondolkodom szombat óta, hogy miért. Ön, ha gondolkodott és valamire jutott, akkor mondja el nekünk, miért pont most, ha ez most az eddigi Orbáni politikának az összefoglalója volt, ahogy ellenzéki politikusok állítják, akkor miért kellett most összefoglalni, hogyha eddig ezt tagadta bárki a kormányból, hogy itt bármit lebontana, bármit csorbítana, akkor most bevallott valamit Orbán Viktor? Miért? Mi célja volt ennek a mostani beszédnek ön szerint? Hát ez a tusványos beszéd, ez mindig, ugye ez Bálványos és Tusnádfürdő összevont szó, ez a tusványos, ez mindig is arra szolgált Orbán Viktor számára, hogy ilyen víziószerű beszédeket tartson, és igazából ennek a víziónak a jelei, pontosan ennek a víziónak az elemei azért hosszú évek óta érzékelhetőek, illetve 2010 óta, amióta Orbán Viktor ismét kormányoz, hát ennek a víziónak az elemeiben élünk. Tehát az, amit Orbán Viktor kifejtett, az a kormányzása maga. Igazából az újdonság ebben az volt, hogy ezt a nagyon is pejoratív illiberális demokrácia jelzőt, aminek a nem is tudom, ilyen szinonima szerűsége a választásos önkényuralom, vagy a populista demokrácia. Választásos önkényuralom? Igen, igen. Ezek mind pejoratív kifejezések, jelző szerkezetek. Elég meglepő dolog, hogy Orbán Viktor ezt magára húzza, bár ugye lehetett érzékelni azt, hogy az általa használt egyéb fogalmak is hát meglehetősen szövegkörnyezetükből kiragadott módon kerülnek bele a beszédébe. Ő maga is azt mondja, hogy ezeket ő csak úgy mondja, de nem értem. Tehát azért elméletileg itt van egy elég komoly zűrzavar, de úgy tűnik, hogy az a kelet felé fordulás, illetve az a folyamatosan fönnálló konfliktus a nyugati demokráciákkal, ami az Orbán hazai politikájából következik, az most már ilyen gondolatokra sarkalta Orbán Viktort. Mindazonáltal ez, én azt hiszem, és sajnálatos módon azt kell mondani, hogy teljesen logikusan következik mindabból, ami eddig történt Magyarországon, és bizonyos értelemben ez a beszéd a folytatása a 2009-es kötcsei beszédnek, és nem válaszoltam még kérdésre, hogy miért pont most. Én nem tudom, hogy mit jelez a belső órája Orbán Viktornak, én arra tudok gondolni, hogy amiként kötcse tulajdonképpen a kormányzásra készülve hangzott el, úgy most tulajdonképpen egy új ciklusra készülve talált egy ilyen alkalmat, hogy Orbán Viktor erről beszéljen, bár hozzáteszem, a beiktatási beszédében ennek a mostani tusványosinak már sok eleme tapasztalatlan volt, és talán az az igazi különbség Kötcse kapcsán, jelzem a kötcsei beszédet is érdemes abból a szempontból újraolvasni, hogy ez egy olyan programbeszéd, aminek a nyomán megvalósult kormánypolitika következett. Tehát szerintem akkor esetleg ezt is vehetjük egy abszolút, olyan beszédnek. Tehát ugye mindenki az összedi beszédről szokott beszélni, szerintem a kötcsei beszéd sokkal lényegesebb, és a kötcseihez hasonlítható ez a mostani beszéd, ennek minden sorát érdemes komolyan venni, és az az igazi változás, hogy még a kötcsei beszédnek a szó szerinti leíratát talán csak fél évvel később, vagy 4 hónappal később ismerhetnünk meg, ezt most élőben közvetítette a közszolgálati, jobban szeretem államinak mondani, állami média, így mindenki hallhatta, és szerintem ebből is adódik ez a nagy felzúdulás, hogy ezt mindenki a saját szemével tapasztalhatta. Akkor nem tudjuk. Ebből semmi jó nem következik, én ezt nem állítom. Voltak itt már súlyos mondatok tegnap, Tamás Gáspár Miklós, amiket mondott, az gyakorlatilag nem hiszem, hogy bárkit vidámságra késztetett, vagy egyáltalán derűre. Ez azért lényeges, bocsánat, mert szerintem van a reakcióknak 3 csoportja. Egyrészt van a nem reagálás, ezt produkálja a jobboldali vagy kormányhoz közeli elemzőknek az igen jelentős része, akik tulajdonképpen nem is szólalnak meg, talán egyetlen kivétellel. Van a reakcióknak egy olyan része, hogy hát tulajdonképpen itt Orbán Viktor ismét csak teszteli a közvélemény, meg hát voltak éppen ezek csak szavak, de továbbra is fönnáll a... Tematizálja a közvélemény. Istenem, igen, pontosan. Harmad rész pedig van az a fajta, ahova Tamás Gáspár Miklós is tartozik, reakció típus, amihez én is sorolom magam, hogy ezt nagyon is illik komolyan menni. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert mindaz, amiről Orbán Viktor beszélt ebben a tusványosi szöveg, ez történik folyamatosan az országban, és azzal, hogy fölvállalta, magára öltötte ezt az illiberális demokrácia jelző szerkezetet, plusz ugye elmondta, hogy a
jövő azt jelenti, hogy bármi megtörténhet, és hogy tulajdonképpen nevetségesnek ítélte azt, hogy vannak olyan butácska országok, ahol az egyik hatalmi ág hatalommal való visszaélés miatt elmarasztalhatja a másik hatalmi ág képviselőjét. Még jó, hogy ez nálunk nem fordulhat elő, mert mi lenne velem? Pontosan, meddig maradhatnék hatalmon, mondja ez ő. Is egy olyan, szóval az, olyan... ez azt gondolom nem kell fantázia, és most tényleg, ha itt elviccelni akarnám, amit nem akarok, akkor azt mondanám, hogy kicsit a politika jellemző így a foglalkozását is elveszti, mert ezeket régen úgy a sorok közül kellett kiolvasni. Itt nincs mit kiolvasni a sorok közül. Ha engem fel lehetne jelenteni, akkor engem már vinnének. Nagyon leegyszerűsítve ez a mondat erről szó. Igen, hát ráadásul ugye, ahogyan ez fölmerült, most figyeltem az előző beszélgetést, már itt a stúdióban állva, és pontosan idézte, hogy azon országok szolgálnak mintaként, amelyek nem liberális demokráciák, nem liberális országok, és nem is demokráciák. De akkor mi majd hoz... minta az hogyan? Tehát mi a hát a hatalom gyakorlás szempontjából. Itt ez is nagyon pontosan elhangzott, az előző vendég ezt nagyon jól elmondta, hogy gazdasági értelemben ezek az országok nem szolgálhatnak mintaként, még ha szuper sikeresek és teljesen salangmentes sikerként is kellene ezeket az országokat tekinteni, akkor sem szolgálhatnának mintakét, hiszen teljesen más adottságokkal rendelkeznek olyanokkal, amelyekkel mi nem rendelkezünk, tehát egyetlen módon szól, egyetlen féleképpen jöhetnek szóba a hatalomgyakorlás mintáját illetően, és ezek az országok, a felsorolt országok, beszédben felsorolt országok, abban közösek, hogy ott a hatalmat nem szokás átadni igazából sehogyan sem, vagy ha hatalom átadás történik, akkor az egy csoporton belül egy jól meghatározott politikai csoporton belül hatalom átadás. Ezekben az országokban szokott, hogy választás van, akkor ilyen 120%-os részvétel lenne, és mindenki egyfelé szavaz. Hát Törökország, bocsánat, nem igen? Akarok mindig a szavába vágni, de mondjuk Törökország példája abból a szempontból is lényeges, hogy hát ott éppen augusztus 10-én fog sorra kerülni egy választásra, egy elnök választásra, amelyen elindul a már 11 éve hivatalban lévő miniszterelnök. És én továbbra is azt gondolom Magyarország tekintetében, hogy mindegy melyik székben ül Orbán Viktor, ameddig olyan hatalommal rendelkezik, hogy ahhoz a székhez tudja összpontosítani a hatalmat, a kormányzati hatalmat, de mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy ugye szokták emlegetni, hogy 2017-ben átül egy másik palotába Orbán Viktor, éppenséggel Törökország, ha valamire szolgáltat mintát, akkor erre szolgáltathat. Hát a nagy mintaország Törökország miniszterelnök helyettese, azt hiszem helyettesnek volt a kedves megjegyzésem, ahogy az ország romlását idézi elő az, hogy például a nők nevetgélnek. Tehát, hogy ilyen pajzán, erkölcs ellenes dolgokat nem teszünk, hogy nevetgélünk nőként. Na, szóval, hogy a mintaországokkal kapcsolatban azért ne felejtjük el, hogy Orbán Viktor egy politikus, egy miniszterelnök, aki politikus, és a beszédének nyilván mindig van politikai üzenete, politikai célja. Kiket lehet megszólítani azzal, hogy apukám, gyere már be, Indiához kéne hasonlítanunk, vagy Kína, én most már a németeket eddig se szerettem, nem is akarok rájuk hasonlítani, semmilyen, hogy inkább az India az nekem jobban bejön. Ki az, tehát kit lehet elérni az hát ilyen ezzel közvetlen vonzerőt valóban én azt hiszem nehéz gyakorolni, nem azért, mert ezek nem fontos országok a világban. Nem, igazából most... a nyugati országok óriási versenyfutásban vannak, hogy ott lehessenek, de jó, nem akarják a saját politikai rendszereket átalakítani. Hasonlítsunk már Indiára. Hát, nem akar egy csalódást okozni senkinek, de azt hiszem, hogy az a fajta hatalom gyakorlási mód, és szerintem itt nem India a legjobb példa, mert India ezek Kína. A felsorolt országok közül valóban a legdemokratikusabbnak számít, bár aki ért az indiai politikához, nyilván ezt számos részlettel tudja gazdagítani. De ha mondjuk Oroszországot vagy Törökországot, a hozzánk közelebb álló országokat veszük mintaként, szerintem ezeknek a példáknak az emlegetése hát annak az oligarchizálódó magyar politikai osztálynak a számára, amely követni Orbán Viktor, és annak a klientúrának a számára, ami azért messze nem csak egy vékony réteg, hanem ez az önkormányzatokig, a vállalkozásokig lemenő klientúra, éppenséggel lehet egy vonzó üzenet, hogy én itt egy olyan hatalmat építek, ami mindenki más számára bizonytalanságot hoz, de a ti számotokra, akik velem vagytok és engem követtek, ez stabilitást fog jelenteni, és mindenki, ugye a civileknek is megüzente, mindenki. Tehát ti, aki a családba tartoztok? Igen, és mindenki más pedig azt számoljon. Erre van egy kifejezés azért a világban. Igen, és mindenki más, aki pedig ezen a rendszeren kívül áll,
az azzal kell, hogy számoljon, hogy egyrészt a rendszer fel fog ellene lépni, másfelől ideológiai értelemben is így vagy úgy, de előbb-utóbb ellenségnek fog nyilvánítatni, hiszen a miniszterelnök kezében van egy ilyen ideológiai definíciós monopólium, amivel ő meghatározza azt, hogy ki tartozik a politikai nemzethez és ki nem, és hogy tulajdonképpen mindenki, ez nagyon érdekes volt a civilek meghatározása, aki ugye voltak éppen politikai szereplő, és politikai szerepet vállal, ahelyett, hogy civil lenne, adott egy olyan leírást, ami magyarul a cőfre illik rá, de gyorsan hozzátette, hogy és mindez külföldi pénzből van, és hát innentől kezdve az már nem a cőf, és akkor innentől kezdve van az a helyzet, hogy a belső ellenzéket a külföld támogatja, és amikor a külföld kritizál minket, akkor meg ők a belső ellenzék sugallatára teszik. Hát persze, csak ebből rendszer épült. Szóval ezt kell megérteni szerintem, hogy ez nem retorika, ebből rendszer épült. És szerintem van még egy fontos dolog, és ez a szedett-vedett mindenféle rossz állapotban lévő ellenzékre, meg erre a demokratikus ellenzéki közvéleményre vonatkozik. Én azt látom, hogy itt ilyen pánikreakciók vannak, illetve a magyar társadalom általában szét van verve, és egy dermedtségben van, politikai értelemben dermedtségben van. A szétvertséget pedig úgy értem, hogy ez egy szanaszéjjel szaggatott, szociológiai értelemben is szanaszéjjel szaggatott társadalom, amit nagyon nehéz egy Orbán ellenes, ugye ezt tapasztaltuk a választásokon, Orbán ellenes politikai üzenettel valamiféle egységbe kovácsolni. Az Orbán beszédnek szerintem az is lehet egy üzenete, mi számunkra mondhatni, hogy ő mond dolgokat az állam szerepéről. Ő mond dolgokat arról, hogy mi van a 2008 utáni világban. Most maradjunk csak ennél a két példánál. Szerintem van egy tartozása a demokratikus, baloldali, liberális, konzervatív, nem Orbáni világnak azzal kapcsolatosan, hogy mit gondol az állam szerepéről, mit gondol a 2008 után kialakult világhelyzetről, mit gondol Magyarország szerepéről a világban és az Európai Unióban. Ezt hogy kell elmondani, mert biztos, hogy gondol, de hogy mondja el? Hát én nem vagyok biztos abban, hogy gondol. Ja. Szerintem az én számomra a 2010 és 14 közötti időszak legfőbb tanulság, ez önkritika is, hogy talán még mélyebbre kell menni, mint ahogyan azt gondoltuk, hogy nem elegendő a meglévő erőforrásokat összegerebjézni és azokat összeragaszgatni valahogyan, hanem még mélyebbre kell hatolni, és az első fázis az, hogy legyen nem Orbáni politika. És hogyha van nem Orbáni politika, ha vannak erre nem Orbáni válaszok, akkor az egy következő fázis, hogy azon gondolkodjunk, hogy ezt milyen szervezeti konstrukcióban ki mondja el, és hogyan mondja el. Én ma azt látom, hogy gondolatszilánkok vannak csak, miközben Orbán a maga módján, hangsúlyozom a maga módján, egy koherens rendszert épít fel, amely koherens rendszer legalábbis arra alkalmas, hogy 2 millió ember menjen utána, több mint 2 millió ember menjen utána. Ma ilyen hasonlóan koherens nem Orbáni politika nincsen, és ezt a nem Orbáni politikát kell létrehozni. 2 milliónak mondjuk ez a mostani beszéd egy kovász? Én azt gondolom, hogy az ő számukra azt üzeni, hogy ők biztonságban vannak, a főnök tudja, mit akar, és nem fogja azt a hatalmat kiengedni a kezéből, ami az ő pozíciójukat is biztosítja a társadalomnak azon a pontján, ahol éppen ők vannak. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és segített minket a megértésben. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.